1942-ben több mint 900-an vesztették életüket a csúrogi razziában, köztük férfiak, nők, gyermekek, zsidók, szerbek, romák. Moja mama je stalno tugovala za svojim mužem, iako se kasnije udala za jednog drugog čoveka. Édesanyám első férjét és annak apját ölték meg ebben a raktárban. Anyám egész életében gyászolta őt, még akkor is, amikor később hozzáment az én édesapámhoz. Sokszor mesélt róla, nagyon jó embernek tartotta őt és egykori apósát is, akit vele együtt vittek el, és ezzel szétrombolták a családot. Az anyósa, aki fiát és férjét is elvesztette, könnyek között őket siratva hunyt el. Az ártatlan áldozatoknak emléket állító megemlékezésen Pásztor István a tartományi képviselőház elnöke és Igor Mirovics a tartományi kormány elnöke mondott beszédet. Kötelesek vagyunk megemlékezni a borzalmas idők ártatlan áldozatairól, tekintet nélkül arra, hogy melyik nemzethez tartoztak. Ezért fontos, hogy Csúrogon mindannyian együtt, közösen emlékezünk meg, függetlenül attól, hogy elődeink a háború alatt melyik oldalra húztak. Pásztor István beszédében kiemelte, Csúrog a közös szenvedés jelképe, ahol a Topalov raktár és a magyarok vesztőhelyén állított sírkő is azt mutatja, hogy egyazon kegyetlen ideológia pusztított. Az 1942-ben a Magyar Királyi Honvédség által indított razzia január 4-e és 23-a között Északbácskában több mint 4000 ártatlan áldozatot követelt.